A Magyar Kultúra Napi kiskörösi programsorozat január 19-én a Petőfi Sándor Művelődési Központban kezdődött, ahol a jelenlévőket Szabadi Maglódi Kitti az intézmény igazgatója köszöntötte, és ő mutatta be az est főszereplőit, Honfi Imre Olivért, aki hangjával és gitárjátékával, valamint Petrovics Pankát, aki kellemes hangjával és fuvola játékával járult hozzá a zenei est sikeréhez. Az izgalmasnak ígérkező koncertet a Matildhoz című Petőfi verssel indították, amellyel a művészek már az első pillanattól elnyerték a közönség tetszését. Emeld föl magadhoz engemet, fogadd el neked szánt lelkemet, annyi búlha megérdemli tám, hogy szeretni képes igazán. Tavaly kezdődött, nem is tudom, mikor márciusban volt talán az első koncertünk így, igen. De nyilván előtte sok meló volt, hogy egyrészt megíródjanak meg ezek a dolgok, ezek a számok, meg hát össze kellett próbálni, alkalmas embereket kellett találni hozzá, mondjuk az se volt nehéz. A Petőfi Kulturális Ügynökség Kárpát-medencei programigazgatósága kortárs magyar költőket kért fel Petőfi versek újragondolására. Az így született parafázisokból aztán dalok születtek. Én szereztem a zenéket igazándiból, és hát ezt tudom elmondani. Aztán nyilván mindenki hozzátette a kis magáét, és így alakult ki a végső formája ezeknek a daloknak. Ezek átíratok, tehát átíratokból készültek a dalok. Rá lehet azért majd ismerni az eredeti Petőfi versekre? Szerintem van, amire abszolút, van, amire egy kicsit nehezebb, tehát az a nagyon feketőves Petőfi rajongónak kell lenni ahhoz, hogy ez... Már voltak a múltkor Gyoma Endrődön például, ott felszisszent pár ember, és meglepő volt, hogy felismertek egy-két átiratot is. És amikor az ön kezébe először kerültek ezek az átiratok, akkor ugye első olvasatra mit szólt hozzájuk? Hú, ez jó kérdés. Nehéz kérdés, mert igazándiból nem is a versességével volt a bajom, hanem nehéz volt őket megzenésíteni. Tehát mint versek nyilván tök jól működnek, mert hát ugye kortárs költők, a legkiválóbb KMI által támogatott költőink verselték ezt meg, de megzenésítése azért volt azért döcögő benne erősen. De vettük az akadályt. Én azt olvastam, hogy különböző zenei stílusokban lettek megzenésítve ezek a versek. Melyikhez melyik illik, vagy mi alapján választotta? Hát ez szerintem ösztönös, tehát az ember elolvassa a verset, és akkor elvileg meg kell, hogy jelenjen valami kis kép zeneileg benne, és akkor azt, én általában az első benyomás híve vagyok, és akkor annak mentén bontottam ki ezeket a dolgokat. És mik ezek a stílus? Hát van benne bluesos dolog, van egy kicsit funk is, például van ilyen lassú, az nem tudom, alternatív, van azért alternatív is benne, amit azért lehet, hogy nem olyan könnyű befogadni elsőre, de ilyesmi, meg van ilyen poppos, tehát viszonylag tarka a paletta. Mit vagy hozzám olyan idegen? Miért tekintesz rám, oly hidegen? Hidegen, mint téli napsugár, melynek mosolya is fagyolják. Mert sokat szeretnék mondani, s alig merlek megszólítani, alig merlek nézni, hely pedig, elnézni.
és délek világ végei. Petrovics Panka is viszonylag hamar megismerkedett a kortárs költők átirataival. Körülbelül amikor megkapta Olivéra a verseket, küldte is tovább nekem, tehát én is ezeket átnéztem, átolvastam. Úgyhogy így viszonylag korán belekerültem. És a megzenésítésben is részt vett? A számokat azokat teljes mértékben írta. Én így a hangszerszerűséget próbáltam így hozzárakni, tehát a melodika az mondjuk úgy került bele, hogy kiderült, hogy van otthon egy melodikám, tudok rajta játszani, és akkor ezt így beleépítettük, tehát hogy inkább ez a hangszerelés része volt, amiben részt vettem. Az előadás Petőfi szerelmi költészetére épült, hiszen a parafázisokat megalkotó kortárs költők nagyrészt Petőfi szerelmi lírájából választottak verset az átiratukhoz. Az esten a költő múzsáit követve hangoztak el dalok Etelkához, Matildhoz, Bertához és természetesen Szendrei Júliához írt versei közül. Végig úgy fűztük fel a műsort, hogy Petőfi szerelmi költészetén a múzsáin keresztül mutatjuk be az élettörténetét és a versek is. Azt hiszem kettő kivétellel végig a szerelmi költészetből vannak. Ez a véletlen, tehát ez véletlen műve, mert a költőkön múlt, hogy tehát nem lett ez ilyen megrendelés tárgya, hanem valahogy így alakult, hogy a költők ehhez nyúltak. Mondjuk nem nehéz, mert azért Petőfi hemzseg az ilyen költeményektől, úgyhogy... Azért sok minden más is van, tájköltészet, forradalmi költészet. Gondolom, hogy ez a költőkön múlt. Néhány nevet mondana a költők közül, akinek az átírata meg lett zenésítve. Zsile Gábor, Vörös István például, Jankó Laura, most így hirtelen te tudsz meg, nem vagyok jó nevekben. Most pont ugye ez a három ember. Ugye? Igen. Jó, köszönöm. Markas Velman Éva például még ő is van. Van kedvenc egyébként a versek között? Akár a maga az átírat miatt, akár a zene miatt, akár amiatt, hogy a kettő nagyon jó működik együtt. Hú, ez jó kérdés. Hát mivel mindegyik édes gyermekem, ezért nagyon nehéz ezt megmondani. Hú, puha. Nem tudom, a Hold leszek, az egy jó darab, azt szeretem. És itt van kedve? Nekem több is van, igen. Van kettő-három, amelyiket úgy kifejezetten így örömmel játszom. Meg amit úgy vettük az a részre, hogy a közönség is, pont Farkas Velma névvelnek az Etelke című dalát, az a közönség kedvence is lett. Ahol üde, hol szomorkás dalokat megelőzően sok érdekes információ és eredeti Petőfi vers is elhangzott. Nem hiszed, hogy én szeretlek? Az Isten is úgy áldjon meg, úgy áldjon az Isten engem, ami igaz a szemelmem. Megszerettem szépségedet, de még inkább szép lelkedet. Szeretlek én oly igazán, mint engem az édesanyám. Nem óhajtok én egy tavaszt, hogy véled átulassam azt, sem egy tavaszt, sem egy telet, hanem egész életemet. Egy napja van csak az égnek, egy holdja van csak az éjnek, egy Isten van a világban, egy, csak egy a kívánságban. Azt várom én, azt az órát, amikor így szóltok hozzád ölelésem szent hevében. Édes, kedves feleségem. Az érdekes információk és eredeti Petőfi versek mellett a folyton cserélődő hangszerek, a változó hangszín és a változatos előadásmódok tették még színesebbé a nagyszerű kiskörösi koncertet. Látom és mondom, csak nem írom le versbe. Valami arcpirját fehérre kevertem. Nem kérek mégsem más, ez egyszer epedve. Jöjjön egy táncba el, én velem Etelke. Jöjjön egy táncba el, én velem Etelke. Szeretném ölelni, akarnám forgatni, annak a sötétnek soha át nem adni. Amikor lekérdény, csak némán tagadni, ebben az örvényben halálig maradni.